szépet, én Nádasi Ádám vagyok, és az a kérdésem először is, hogy hogy kerülünk ide, hogy kerül ide a jazz, és mi a neked a jazzzel való kapcsolatod? Ezért vagyunk itt, hogy ezt végre elmondjam. Köszönöm ezt a fogas kérdést, kicsit hosszú a történet, vissza kell mennünk a 60-as évek végére, 70-es évek elejére, amikor még gimnazista voltam, és abban az időben a gimnazisták mentek a nagyok eseményeire, tehát az egyetemi eseményekre, és a Szegedi Egyetemen nyilván sokan ismeritek, sőt van, akik oda is jártak, a bölcsész karomon az auditorium maximum, és ez az auditorium maximum, ez egy kultúr vulkán volt. Nevezetesen ott játszottak Pálisti vezetésével a Szegedi Egyetemi színpadosok, illetve Vági László ott kezdte el szervezni a szegedi jazz napokat, ami mai napig is megy. Bocsáss meg, ugye a név ne vezessen félre senkit, hiszen ez nem az egyetem legnagyobb tanterme volt, az auditorium. Hát, de, körülbelül, igen. Igen? Igen. Tehát ez egy ilyen igazi amfiteátrum, jellegű 330 férőhelyes nagy előadó. Nem tudok, hogy ennél nagyobb lenne az egyetem. Jó. És akkor képzeljétek el, hogy ha mondjuk egy ilyen jazz koncert volt, vagy egy amatőr színpad, két eléggé keskeny dupla szárnyú ajtó, de ilyen lakásméretű ajtó vezetett be a terembe, és akkor az egyiket mindig bezárva tartották, másikat kinyitották, és olyan tömeg volt, hogy volt úgy, hogy a egyes akrobaták a tömeg feje fölött így húzták be magukat a terembe. De valami elképesztő, ma már ilyen nincs. Na és hát én ott kezdtem el szocializálódni a jazzbe, aztán amikor egyetemista lettem, akkor összebarátkoztam a Vágiék jazzzenekarral, és többször voltam velük mindenféle koncerteken, az egyik legnagyobb élményem az egy lengyel jazzfesztivál volt, ahol én voltam a technikus és sofőr, mert ugyan 11 évig zongoráztam klasszikus zenét, de jazz soha, de hát így is hatalmas élmény volt. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy csináltál, játszottál jazz valamit? Nem, de nagyon átéreztem azt, amit mások csinálnak. Most a Lengyel Jazz Fesztivál az Szegeden zajlott? Nem, az Wroclawban. Hogy kerültél oda? És tudtál már akkor lengyelül? Nem, akkor nem tudtam lengyelül, de angolul tolmácsoltam a fesztiválon a zenekarnak, mert azt hiszem az én angolságom volt a legjobb. Te rá is akaszkodtál, hogy vigyenek ki magad. Jó haverok voltunk, és akkor mondták, hogy jönnél-e tolmácsolni, még vezetheted is a mikróbuszt, és akkor ilyen segédszemélyzetként ottan sertepert éltem. Miért volt a jazz élet Lengyelországban sokkal élénkebb és nívósabb, mint Magyarország? Szerintem egész Lengyelország sokkal élénkebb és nívósabb volt, mint akkor Magyarország. Nekünk az volt a nyugat az én generációmnak. Nyugatra nem nagyon járhattunk. Én ugye 77-ben voltam életemben először nyugaton, de már sokkal előtte sokszor Lengyelországban, és ott a színház, a jazz, a farmer, a film. Minden. A film, igen, igen. Igen, Vajda kezdettől fogva az egyik kedvencem. Nem csak kommunista ifjúsági szövetség volt, ugye, hanem rendes ifjúsági szövetség is volt. Legalábbis az én időmben, tehát volt a ZMS, az volt a nem kommunista, és volt a ZSP, az volt a KISZ. Lehet, hogy ez nem mindig volt így, de 78-80-ban akkor még ez volt, tehát hogy még alternatívák is léteztek. Hát erről lehet, hogy többet tudsz, mint én, mert mi abszolút nem foglalkoztunk ebben. Haverok, jó barátok, társaság. Na most, amikor én 80-82-ig kindolgoztam Varsóban, mint tanár, akkor viszont már nagyon fontos lett, hogy melyik a Volt KISZ, melyik a Szolidaritás, tehát az egy másik korszak, és az nem annyira a jazzről szól, sokkal inkább a politikáról. Neked van a jazzen belül preferenciád, vagy ízlésed? Mert hát ugye ma nagyon sok mindent hívnak jazznek. Mikor én fiatal voltam, akkor tulajdonképpen mindenféle könnyű zenét jazznek hívtak. Még a szüleim ilyeneket mondtak a rádió, még nagy világbefő rádiót, és csavargatni kellett, és akkor azt mondták, hát fogjál valami jazzt, mondták, hogy este, hogy már egy kicsit vidámabb legyen. Ők zenészek voltak, de az operánál, hát elég volt belőle, fogjál valami jazzt. És hát akkor
van, nem is tudom minek nevezem, pop zenének, vagy tánczenének, vagy hát kávéházi zenének. Szóval van. Nem igazán, én irodalomban is mindenevő vagyok, filmben is, jazzben is. Mondjuk a körülmények azok számítanak, tehát nagyon ritkán, vagy majdnem soha nem kapcsolok be otthon a CD-játszón egy free jazz-t. Viszont koncerten nagyon szeretem hallgatni. Tehát meg kell találni a megfelelő kontextust mindenfajta irodalomhoz is, meg zenéhez is. Igazad van, a rádióban is néha tényleg a free jazz-t, azt nem tudok vele mit csinálni. Igen, elmegyek máshova. A jazzben az nekem a legérdekesebb, hogy ugyanazokat a számokat is tudják évtizedeken át újra és újra játszani és feldolgozni. Ez ugye ma már inkább standardeknek hívják, nem sláger és nem örökzöld, hanem standardeknek hívják, és akkor az ember egyszer csak rájön, hogy de hiszen ez a Take Five a Dave Brubecktől, most valami egészen más formában. És ez nagyon inspiráló tud lenni, inspirálóbb, meg kell, hogy mondjam, én szeretem a háttérzenét, mint a klasszik rádió, ahol hát ez a úgynevezett könnyű klasszikusok mennek, attól egy idő múlva frászt lehet kapni, mikor Smetanától a Moldvát újra lejátszák, ami egy nívós darab, de hát ugye, na most, ha feldolgozásnak játszanál, ha valaki szakszofonon adná elő, zongorán adna elő, akkor mindjárt érdekes. Milyen hangban preferált hangszered? Az sincs, tehát ott is zongora, szakszofon, tangó, harmonika, és ha jó, akkor bármi. Harmonika, itt van valahol egy nagyon jó harmonikás kép, ugye? Ki az, hát, és mit csinál? Ki az, és mit csinál? Hát, ez egy olasz harmonikás, és három évvel ezelőtt a Szegedi Jazz napokon szerepelt, úgyhogy hogy Daniele Di Bonaventura, és egy Arild N. Andersen nevű skandináv bőgőssel ketten játszottak Szegeden, és valami frenetikus élmény volt, van is itt a telefonomon tőlük egy kis zene. Tudod mutatni? Hát akár meg is próbálhatjuk. Egy kicsikét, mert elég hosszú a szám, de akkor egy picit játszok. Tehát harmonika és bőgő. Igen. Duettet hallunk. Csodálatosnak tartom, persze ez klasszikus zenében is megvan, hogy egy-egy jazz zenész, aki ilyen nagyon finom, nem hangos, nem harsány zenész játszik, és megfelelő ihletett pillanatban akár egy stadiont is be tud tölteni. Mondjuk Lajkó Félix a hegedűjével egyedül. Azt próbálom nézni, hogy az Arild Andersennek hol van a képe, mert a kezét lefényképeztem, és talán az a második kép, csak nem látok elég jól messzire. Az ő a bőgőjével, és itt van a harmonikás, ebben a zöld háttérfénnyel. Őket hallottuk együtt. Őket hallottuk együtt, igen. Igen, ez csodálatos élmény volt. De hát mondhatnám Garbareket, akit szintén hallottam egy koncerten, és az is egészen frenetikus, vagy az Oregon nevű zenekart, nem tudom, emlékszik-e még rájuk valaki, nagyon finom cizellás zenét játszottak.
És aztán az ember elmegy a MOM kultúrházba, 5-600 emberül, és meghallgatja Szegedről a Molnár Dixieland bandet, akiket itt az elején egy kicsit bejátszottam, és az is csodálatos élmény. Tehát azt is beleveszed a, hogy mondjam, a tevékenységi területedbe, vagy bele. Van is róla több fénykép egyébként. Végül is igaz. Én milyen érdekes, én már azt nem nevezném jazznek, hanem a Dixielandnek nevezném, de igazad van, önkényes tulajdonképpen. Mert az Ella Fitzgerald is, hát igen. Lullaby of Birdland is when I... Most ez jazz, hát igen, persze, csak közben meg már az klasszikus valahogyan. Jazz standard. Mit gondolsz arról, amikor nem angolul énekelnek? Hát valahogy a jazzhez azért nagyon az angol illik. Igazán azt szeretem. Mert a magyar rádióban hallani gyakran is igyekeznek, és talán szép hangjuk is van, de valahogy... Illetve van az a technika, amikor halandzsáznak. És ugye ennek van egy az nem a legjobb. Világbajnok magyar mester, a Berki Tamás. Hát amit ő csinál, az valami szenzáció. Tényleg semmi értelme? Semmi értelme. A semmi értelméről jut eszembe, írtál egy regényt. Remek asszociáció. Igen. Ahogy a sedig beúszott, igen. Melynek címe Lengyel történet, és ami akkoriban jelent meg, mikor... Ez 84-ben jelent 84-ben. Meg. Mi ez a könyv? Mesélj erről, mert talán nem mindenki emlékszik, vagy talán nem mindenkinek volt a kezében. Hát van egy olyan irodalmi műfaj, egyetemi regény, és én valami olyasminek szántam, bár a nem kimondottan kampuszon és tanárok között játszódik, mint ezek az egyetemi regények. De hát tulajdonképpen ez egy kicsit önéletrajzi, természetesen erősen fikcionalizált történet arról, amiről az előbb beszéltem, a Szegedi Egyetemi Színpad, a Szegedi Jazz és ezeknek a lengyelországi turnéi, mert a színjátszókkal is voltam Lengyelországban, meg a jazzzenészekkel is, és hát ebből kerekedik ki egy történet, aminek a filozófiai háttere, ami akkor nagyon fontos volt, hogy amatőrök vagyunk, vagy profik, mi a szerepe az amatőrizmusnak, ez ugye a 70-es években borzasztó keményen jelent meg. Hát erről szól a regény. Nem, olvassál belőle. Mindjárt föl fogok olvasni, de szeretném elmondani az életemnek azt a nagy pillanatát, amikor Géher István tanár úr meghívott a lakására, és ott ült Dávid Házi, Nádasdi, Takács Feri, talán így ennyien, de lehet, hogy még többen. Károly Szabolcs. Nem emlékszem őszintén szólva, Ferenc Győző talán ott volt. És ennek a regénynek a kéziratát ott szétszincáltát, ott mielőtt beadtam a nyomdá vagy a szerkesztőségbe, és hát ez borzasztó
fantasztikus dolog volt nekem, hogy ilyen nagy emberek egyszerre a kis szegedi fiatalembert, és akkor még jó tanácsokat is adnak, hogy mit lehetne ezzel csinálni. Szóval ez a genezisben benne volt. Meg tudtál fogadni abból dolgokat? Meg, biztos meg. Hát de már nem emlékszem, mert öreg vagyok. De... Hallhatnánk akkor részletet, hiszen a jazz az bőven van. Hát nagyon sok szó van a jazzről ebben a regényben. Van egy rész, ami egy skandináv duónak a koncertjét írja le, és azért választottam ezt a részt, mert valahogy nagyon hasonlít. Hát ugye van eredeti élményanyagot, tehát valóban volt egy ilyen jellegű koncert Wroclawban, amit ott hallottam. És a vicc az, hogy az eredeti nevekre már nem emlékszem, hogy kik voltak a zenészek, csak arra, amit én kitaláltam nekik a regényben. De minden esetre valami olyasmi élmény volt, mint ezt a két embert hallgatni, az olasz harmonikást és a skandináv bőgőst. Ez másfél oldal, talán nem lesz olyan hosszú. Bo és Adams furcsa pár volt. Egy 1000 éves Volkswagennel járkáltak, ebben volt minden holmiuk, meg a szerelésük is, ami a dobkészletből állt, lévén, hogy zongoraütő duót játszottak. Bo zömök ember volt, kopasz, szőkeszakállas, valami egészen egyszerű és elnyűt ruhában, aranykeretes szemüveggel, intellektus és elszántság, valami szent mánia és egyben a tisztánlátás eltéveszthetetlen jegye formálta az arcát. Adams, aki dobolt, indiai bráminra, oszlopszentre emlékeztetett. Teljesen feketébe öltözött, elnyűlt bársonyfarmerba, lötyögős lassan már portó szürkébe játszó trikóba, ő is kopasz volt, megmaradt haja kicsire nyírva, az arca olyan, mint egy gyereké, vagy mint egy nagyon ártatlan emberé. Amikor dobolt, semmilyen érzelem nem látszott rajta, nem grimaszolt, nem hadonászott, a felső testét sem mozgatta, csak a kezei pörögtek boszorkányos gyorsasággal, olyan gyorsan és olajozottan, amilyet én még nem láttam. Igazán furcsa pár voltak. Nem nagyon elegyedtek a társaságba, csöndesen, gyorsan készültek elő a koncertjükre, nem cigarettáztak, nem ittak semmit. Egyetlen számot játszottak, több mint egy óra hosszat tartott. Free jazz volt, hihetetlen, hogy két hangszerből mit kihoztak. Az életről és az emberekről szólt a zenéjük. Motívumként eltéveszthetetlen dallamokat használtak, gyermekdúdolót, katonaindulót, nász és gyászzenét, és mindent tudtak mindenről, az értelemről és a szenvedélyről, születésről és halálról, küzdelemről és elbukásról, a gyermek vágyairól és e vágyak megvalósíthatatlanságáról. Egy kis teremben volt a koncert, üvegfalú, modern, szőnyegpadlós kultúrteremben, majdnem mindenki a földön ült, én is. Kezdettől fogva az egész közönség teljesen a hatásuk alá került, s ők egy pillanatra sem lazítottak. Akár dúóban játszottak, akár szólóztak, a feszültség csak nőttön nőtt, a tragédia ott lebegett valahol a parányi előadó pódium fölött. Egyszer, amikor már nem lehetett tovább elviselni, amikor már mindnyáján úgy éreztük, hogy egy pillanaton belül valami megpattan bennünk, Bo abba hagyta a futamviharokat a zongorán, Adams teljesen váratlanul letette a dobverőket, felállt, és előre jött a színpad szélére. Kitérdelt nadrágjában, lötyögős trikójában, gyerekarcával, kopasz fejével olyan volt, mint egy szerencsétlen kora érett külvárosi suhanc. Halálos csend volt. Senki sem mert moccanni, tisztán hallatszott, hogy hátul valaki kapkodta a levegőt. Adams kezében egy ócska tangóharmonika fityegett, egészen kicsi, amilyet a bohócok vagy a gyerekek kezében látni. Lassan emelte fel, tétován kezdett rajta játszani. Néhány nem is egészen tiszta hang nyekergett elő a harmonikából, majd egyszerű, talán az északi kikötőkben népszerű, nagyon szomorú dallam. Adams énekelt is hozzá, alig hallhatóan, iskolázatlan, rekettes hangon. Ritka pillanat volt ez. Mint amikor kilépsz az utcára egy felhőkarcoló kapuján. Melbe taszít a sűrű levegő a füst. A kocsik falkákban özömlenek. Buszok, trolik, villamosok, taxik dudálnak és a rendőrkocsi víjog. Az embereket felböfögi az aluljáró. Bevásárló szatyorral áramlanak, arctalanul, üveges szemmel. Meglökik egymást, észre sem veszik. A földre dobják a csikket, egy részeg magában öklendezik. Reklámokkal nézel farkas szemet, alattuk szélárnyékba húzódva a földön egy koldus ül.
A lábát maga alá húzva néhány rongyon kuporog. Az arcát alig látod. Az elhanyagolt szakálltól pamutkesztyűs kezében harmonikát szorongat. A hangszer széthúzható bőrzsákja repedezett, akárcsak a koldus ujjai, amelyek a kesztyűbe vágott lyukakon bújnak elő, hogy a hajdan fehér elefántcsont gombokat nyomogassák. A dallam kétségbe esetten küzd, a koldus mellé tett kalapba senki sem dob pénzt. Az énekes hangját elnyomja a buszok fújtatása, a kocsik motorbőgése, ezrek és ezrek lábcsoszogása. Te is az aluljáró felé sodródsz, véletlenül meghallasz egy dallamfoszlányt, lenézel a földön gubbasztóra. Egy pillanatra eszedbe jut valami régi kép, talán az anyád, ahogy imádkozni tanít. Az emlék már el is foszlik, a tömeg beszippant a föld alá. A koldus csak egy villanásra látod, ő észre sem vesz téged. A földön kuporog, nem néz fel, csak maga elé mered, leszeged fejjel. Fárasztó is volna fölfelé bámulnia állandóan, de az emberi arcokat sem bírja már látni. Csak cipőket lát. Elcsoszogó lábakat, csizmákat, mokaszinokat, nadrágszárból kivillanó csíkos, egyszínű sejem és frotilzoknikat, kopogó sarokvasakat és súrraló gumitalpakat. A lábakat ismeri, az arcukat nem. Automatikusan játszik a hangszeren és csak magának dúdol, hangját elnyomják a dübörgő járművek, a város zihálása. Közben ő is valami régi dologra gondol. A koncertjük után gyorsan visszavonultak, rutinos mozdulatokkal csomagolták össze a szerelést. Alig beszéltek, de mintha óramű szabályozta volna a mozdulataikat. Hát ez egy kis ízelítő. Köszönjük szépen! Most akkor ez így volt, vagy nem így volt? Hát úgy nagyjából igen. Tehát az élmény az elementáris volt, és valami ilyesféle. Lengyelországban történt? Ez Volszágban, igen, ezen a bizonyos fesztiválon. Hogy került? Ja, a fesztivál miatt kerültél pont Volszágban. Hogy tanultál meg lengyelül, vagy miért? Vagy már ekkor elkezdett érdekelni? Hát nagyon, igen, én már általános iskolás koromban jártam Lengyelországba, eszperantó révén, mert akkor eszperantista voltam. És ezt nem tudtam. Levelező társaink voltak, és akkor volt neked múltak van. Hát igen. Aztán lett egy családi kapcsolatom, ami Lengyelországhoz kötött, és értél, és a kultúra, értem két évet Lengyelországban. Ma is tudsz beszélni? Tehát, hát már nagyon nehezen, tehát kopik, de ha megerőltetem magam, akkor működik még a lengyel. Te a polgári mesterségedet illetően talán mondhatom azt, hogy a régi dolgokkal foglalkozol, ugye angol professzor vagy, de azon belül is hát a reneszansz meg a középkor érdekel téged. Most ez meglepő, ezen gondolkoztam a héten, hogy hát a jazzre azt lehet mondani, hogy ezt az igazán valami olyan nagyon modern, meg mai, meg minden, hogy fér össze ez a kettő? Hát elég könnyen, mert gimnazista koromban engem az avantgárd vonzott nagyon, és OTDK-n is indultam a francia avantgárdról szóló dolgozattal. És amikor bekerültem az egyetemre, akkor eszembe se volt régi magyarral vagy reneszánszal foglalkozni, de hát Horváth Iván tanárom rámerőltette a reneszánszt, és aztán beleragadtam valahogy. Úgyhogy a kettő úgy mindig együtt mozgott bennem, és azért ma is az egyik érdeklődésű területem az a modern és posztmodern irodalom, aminek reneszánsz témája van. Így kötöm össze. Mert én azt gondoltam magamban, hogy lehet, hogy ebben van valami, hogy a jazz az improvizatív műfajjal, a bevonós jelleggel, hogy nagyon sokszor ugye vendéglátással kapcsolódik össze, hogy esznek, isznak, egy jazzklub, hát az tulajdonképpen egy étterem szokott lenni, hogy az talán jobban is illik a középkor vagy a reneszánsz világához, mint mondjuk egy Mozart hangverseny, vagy egy Beethoven hangverseny, ami hát valami egészen más kontextust jelent, egy szigorúan előír, mindig ugyanúgy ismétlődő, már liturgiát, ha szabad így mondanom. Jól látom ezt? Igen, abszolút. Abszolút. Hát itt is, itt az étterem. Tehát hát igen. Hogy a spontaneitásban... Ennek így kell lenni. Igen, van valóban valami. És hogy a szerzőség másodlagos, az előadósághoz képest.
Ugye, mert a jazz számoknak persze van szerzőjük, igen, hát általában van szerzőjük, de az ember mégse azt mondja, nem, hanem azt mondja, hogy egy Oscar Peterson lemez. Kicsit olyan, mint a folklór. Igen, mint a folklór, aztán mit játszik, az mellék. És hát úgyis, mint a kultúrfolklór, mert azt tudjuk, hogy a muzsikás együttes, vagy a Lajkó Félix, de hogy most az a népdal, az honnan jön, amit éppen játszanak, az másodlagos fontosságú. Igen, igen. Van hatalmas lemezgyűjteményed? Nem hatalmas, de van. És abból most nekünk valamit mutatsz? Megmutatnék két számot, amikhez érdekes élmények kötnek. Az első, az egy Wallace Roney nevű amerikai trombitás és szaxofonosnak a lemeze. Ez volt életem első CD-je, amit 95-ben vettem New Yorkba. Egy ilyen hordozható kis CD játszóval együtt, ott kezdődött az én CD-s korszakom. És nagyon megszerettem ezt a lemezt, rengetegszer meghallottam, és aztán néhány év múlva a Wallace Roney és bandája a Szegedi Jazz napokon lépett fel, úgyhogy ez óriási élmény volt élőben látni őket. Azt is játszották, ami a CD-n volt? Nem, más stílust játszottak, de mindegy, mégis de ők voltak. Úgyhogy az egyik számokban mutatnék egy pár percet. A lemez címe az, hogy Mysterios, és kicsit ilyen misztikus. De ez az ős CD? Ez az ős CD, igen, ez az ős CD. Ami keményebbet is mutassak, van egy másik szám, amihez szintén egy ilyen hasonló élmény fűz. Ezt egy másik amerikai utamon szereztem meg ennek az illetőnek, tudtam, hogy Joshua Redman szaxofonos a CD-jét, és rettentően tetszett, és akkor meglátom a plakátot, hogy a Budapest Jazz Klubban fellépnek. Úgyhogy a lányommal együtt is, nem ez még a Kossuth Klub épületé, ott az előző helyszíne volt a Jazz Clubnak, és akkor elmentünk, meghallgattuk, úgyhogy ez megint olyan volt, hogy már ismertem a zenét, de élőben nem hallottam, és ez egy kicsit keményebb zene. Jobb helyen indítottam a számot, mert pont kiment a szaxofon belőle, pedig
ugye a Redman a szaxofonos, de hát most akkor ezt sikerült meghallgatni. Köszönjük szépen! Én, ha azt a szót hallom, hogy jazz, ilyesmire gondolom. Uh-huh. Tehát nekem ez a standard és a központi. Ezt délelőtt is lehet hallgatni, mert amit az előbb játszottál, azt nem lehet délelőtt hallgatni, az csak éjszaka. Nagyon jó volt és nagyon szép volt. Te képes vagy egész nap jazz-t hallgatni? Igen, vagy barokk zenét. Ez a kettő, ez nagyon jól tudok írni. És ezeket álmos krokodilus, a Nílus parti langyos vízben típusú. Azt nem biztos, hogy illető az íráshoz, de azt megint inkább élőben szeretek ilyeneket hallgatni, amikor megvan hozzá a hangulat és a kontextus. Még azt mondaná nekem, itt van ez a könyv, azért ezt hallgatassam. Másrészt meg egy Portugália című kisregényt, ami meg egy portugáliai utazás ihletésére keletkezett, és hát gondoltam, hogy a kettő együtt akkor egy ilyen védekkel. A lengyel történetnek ez egy újrakiadása, ugye? Annyi év után. Jelent meg, és mennyi idő után? Hát az eredeti az 84-ben jelent meg, ez pedig az 50 éves születésnapomra 2002-ben, ha jól emlékszem. És vannak benne olyan részek, amit annak idején a szerkesztők kihúztak bele. Tehát hivatalos cenzúra nem volt, de a szerkesztős, ugye Kardos ki volt a magvető főszerkesztő? György. Az Ámos. Igen. Szóval ő azt mondta, hogy ezt a 6 mondatot nem lehet beletenni sokat. Nem hosszú a rész, de... És elmondanád, hogy mi volt ez a 6 mondat? Ezek a Gdańszki emlékműre vonatkoztak, ugye a Szolidaritás emlékművére, amit 80-ban avattak föl, és hát 84-ben ezt akkor nem lehetett a Gdańszki iránti szolidaritás. Meg se lehetett említeni, hogy belétezik. Meg se lehetett említeni, igen. Jó. És a másik munka, ez a Portugália, ez micsoda? Hát ez, mikor keresett? Ez 93-ban, ha jól emlékszem, meg volt a rendszerváltás, és akkor elindultunk ilyen Erasmus utakra, csere utakra, és én voltam egy hétig Portugáliában vendégtanárként, és az egy hét annyira kultúrélményekben annyira intenzív volt, meg egy teljesen más világ, ez a Mediterránea, hogy akkor ez jött ki belőle. Ez azt engedi nekünk sejtetni, hogy azóta is irogatsz? Szép irodalmi művek? Nem igazán. Nem. Várom a következő nagy ihletet. De bármikor lecsaphat. Bármikor, igen. Hát ha már irodalomban beszélünk, mind a két kisregénynek van egy érdekes nyelvésznek mondom formulája, hogy a lengyel történet az egyes szám második személy beíródott, úgyhogy valakihez beszélek, és hogy tudod ez és ez, tehát ott a második személy nem dominál. A Portugália meg félig meddig feltételes módban van írva, és ez így elég érdekes volt a nyelvet formálni szerint. Leszállnál a vonatról, és meglátnál. Igen, pontosan. Megint Lukácsra terelné a szót. Á, igen. Nagyon szépen köszönjük, és adsz még zenét? Adok egy búcsúzó vidám zenét. Egy dologról nem beszéltünk, a fotózásról. De arról majd legközelebb. Hát igaz, én ahhoz nem értek, Gyuri, de mióta csinálod? Hát azért mondd meg, persze igaz, hiszen azért vagyunk itt. Hát csak ha úgy veszünk, akkor gyerekkorom óta fotózok, mert az apukám nagy fotós volt, és már alig tudtam járni, de már mentünk fotósétára, és tanított mindenre, de ilyen komolyabban, hát az utóbbi néhány évben, mondjuk 5 évben, mióta komolyabb digitális kamera került a kezembe. Digitálisat használsz? Igen. És nem félsz, vagy hogy mondjam, nem tartózkodsz a színes képektől, nem. Ugye, mint látjuk. Mert van egy olyan fotó szekta, ugye, aki azt mondja, hogy csak fekete-fehérre szabad csinálni. Te nem? Nem. Ebben is mindenevő vagyok. Sőt, témákban is, mert természetfotós is, természetfotót is sokat csinálok, meg jazz-t, meg épületfotókat. És azokkal
hogy mondjam, eladód ezeket? Még odáig nem jutottam. Egyenlően örülök, hogyha a Facebookon megnézik és lájkolják. Amit itt látunk, az mind a jazzsel kapcsolatos, hát hiszen azért vagyunk itt. Mesélj még róla, csak én annyira nem tudom, hát milyen értelmes kérdés, hogy hányas blendével csinálják. A nagyobbik bátyám az ilyeneket mondott, emlékszem, annak volt fényképezőgép. Nem, hát ezt megelőzően volt egy másik kiállításom Szegeden, az volt a címe, hogy Jazz és madarak, és ennek az volt az apropója, hogy Molnár Gyulának dedikáltam, aki most akkor volt 75 éves, 18-ban, neves ornitológus, és ő a Molnár Dixielandnek az alapítója és vezére. És hát ez egy olyan klassz dolog volt, hogy egy ornitológus jazzesnek dedikálok egy madaras és jazzes fotókiállítást. És ő megnézte? Vagy meg, igen, és azóta is, továbbra is jóban vagyunk. És már madarakat is fotóztunk együtt. Más állatok? Ami jön, ami a lencsém elé jön. Pár hónapja sikerült egy olyan képet csinálnom, hogy elől fényképeztem egy gólyát, ami éppen fölrepül a mezőn, és nem is vettem észre, hogy körülbelül 100 méterrel hátrébb egy róka rátámad egy ragadozó madárra, és el akarja venni a zsákmányát. És amikor elitáltam a fotókat, akkor kiderült, hogy hát jó, a gólya itt fölrepül, de ott egy dráma zajlik a háttérben. És sikerült? Azt nem tudom, mert aztán már a gólya lekötötte a figyelmem. De ez érdekes. Persze nem a ragadozó madarat akarta megenni a róka, mert aztán nem, hanem, megenni, hanem ami a ragadozó madárnál volt valamit. Hát csak azt tudjuk kívánni, hogy folytasd mindezeket, a regényírást, a fényképezést, a jazz élvezetet, a középkort és reneszánszot, a lengyeledet azt tarts karban, mert bardzo ładny język. Dziękuję. Nagyon szép nyelv, ezt mondtam lengyelre, ezt gyakoroltam előre. Úgyhogy akkor kérjük szépen a zárózenét. Jó, akkor egy kis Vidám Dixielanddel zárjuk be, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött, neked pláne, aki... Megkérjük, hogy a képeket ma utoljára lehet látni, tekintsék meg alapos. Köszönöm szépen!